A történelmi Magyarország egyik legnagyobb, épségben fennmaradt, eredeti bútorokkal berendezett kastélya Rozsnyótól néhány kilométerre északra, Betléren található, ahol decemberben az arisztokrácia karácsonyi szokásait bemutató tárlatvezetéssel, karácsonyi dallamokkal és kézműves vásárral várják a látogatókat. A vasgrófként ismert Andrássy Manó és fia Géza palotái Budapesten voltak, valószínűleg ez az oka annak, hogy a történelmi fényképek gyűjteményében nem található olyan karácsonyi fénykép, amely a betléri kastélyban készült volna. Ennek ellenére a kastélyt a téli időszakban is gyakran látogatták a család tagjai. Ez egy vadászkastély volt, így jöttek ide az Andrássyak azért vadászatokra télre, és gondolom sportolni is nagyon gyakran jöttek ide környező hegyekbe, mivel hogy nagyon sok sporteszköz, különböző sílécek, szankók, szkibobok megmaradtak, és azért nem maradtak meg valószínűleg fényképek arról, hogy hogy töltötték itt a karácsonyt, mivel hogy többnyire pesti palotáikban voltak a családi körben. Harang csendül, ének zendül, messzezsonka halaik, az én kedves kis falunk a magamban van mindenének. Mára hagyomány lett, hogy a kastély egyik pompás termében karácsonyfát állítanak, melynek díszítését a századforduló magyar arisztokrata karácsonyfái ihlették. A kastély valamennyi termének díszítése karácsonyi hangulatot áraszt, az ebédlőben az Andrássyak porcelánétkészletével és evőeszközeivel ünnepi terítéket készítettek. Most voltam itt először, csodálatosan szép volt a kastély, nagyon nagy élményben volt részem, és meglepődtem az, hogy visszaadta egy-egy terembe már a karácsonyi hangulatot, mivel hogy advent van, és itt a kastélyban is meg lehetett látni, hogy régen hogy ülnek le a karácsonyi asztalhoz. Az arisztokrácia fontos szerepet játszott a karácsonyfa állítás szokásának elterjesztésében. A 19. század első felében jött már divatba a karácsonyfa, és Magyarországon elsőként Brunswick Teréznek volt karácsonyfája 1824-ben. És aztán később már a 40-es években, a 19. század 40-es éveiben már volt a polgári családoknál is, úgyhogy elterjedt ez a szokás, de nem teljesen úgy nézett ki még az akkori karácsonyfa, mint a mai, hanem az ajándékokat nem csomagolták, hanem asztalra fehér asztalterítővel beterített asztalra tették. A jótékonyság, az adakozás, a rászorulók segítése sok nemesre jellemző volt. Ezt a hagyományt a jelenlegi múzeum vezetése is szeretné folytatni, s immár közel egy évtizede rendszeresen megszervezik karácsonyi jótékonysági rendezvényüket, amellyel egy közeli gyermekotthon lakóit támogatják. A kastély előtt karácsonyi énekek hangzanak el, forró teát és puncsot kínálnak, és közös éneklésre hívják az érdeklődőket. Csodálatos élmény, nem csak a gyerekeknek, felnőtteknek is. Hó, angyal már megtörtént, felnőttként is. Nem, de tényleg csodálatos, szép, meg hát gyönyörűk a fák, az erdő, ahogy jövünk, ugye, nagyon szép. A betléri Andrássy kastélyt télen is érdemes felkeresni, hiszen a hóval borított hatalmas park és a karácsonyi díszbe öltöztetett termek különleges látványt nyújtanak. Az összetartás, a jótékonykodás, a gyengébbek segítése, amelyek az egykori arisztokraták kiemelkedő feladatai közé tartoztak, ma is aktuálisak. A várakozás meghitt pillanataiban és karácsonykor talán még jobban felerősödnek ezek az érzések, és jobban odafigyelünk rászoruló embertársainkra.